Kállai Kristóf 1916. december 7-én született Nyíregyházán, édesapja Kállai Miklós Magyarország 34. miniszterelnöke, édesanyja pedig Kállai Helén, Kállai Rudolfa a Nyíregyházi Erzsébet Közkórház első igazgató főorvosának lánya volt. Az ország német megszállása miatt Kállai Kristóf emigrációba kényszerült, és csak 1995-ben költözött vissza Magyarországra. Muzeális értékű magángyűjteményét az általa alapított Kállai gyűjteményben helyezte el. Ő körülbelül 50 évet töltött kint Rómában, emigrációban, amikor a német megszállás után, 44 után kalandos úton elhagyta az országot a családjával. A szűk családjával, ugyanis a tágabb családban nagyobb tragédiák történtek, így ő volt a legszerencsésebb, aki el tudta hagyni az országot, és 50 évet töltött Rómában, mint vatikáni szentszéki nagykövet, illetve a szuverén máltai lovagrendnek a tagja, illetve a magyar-máltai szövetségnek a tagja, és ő volt az, aki visszavezette a magyar-máltai lovagok szövetségét Budapestre, hiszen addig sok évtizeden át a magyar-máltai lovagok szövetsége kint emigrációban volt Rómában. Tehát ez az ő életének a legnagyobb keresztmetszete, hiszen az aktív éveit kint töltötte. A kiállítást már más helyszíneken is bemutatták, többek között Lengyelországban is. A magyar szervezők a Jaroszlavban lévő bencés apátság felkérésére állították össze ezt a vándorkiállítást, amelyen több a családhoz köthető relikviát mutat be. A kiállításban látható tárgyak szinte mindegyik a Kállai családhoz kapcsolható. Ugye Kállai Kristóf, aki a Vatikánnal kapcsolatban állt a munkája miatt, ugye a máltai lovagrend követeként. A kiállításban ugye ehhez kapcsolódóan pápai érmeket, jubileumi érmeket láthatunk, pápai kitüntetéseket és a máltai lovagrendhez kapcsolódó tárgyakat. A kiállítás várhatóan jövő márciusban átkerül a Bessenyei téri, jelenleg felújítás alatt álló Kállai kúriába.